Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Szeptember 8-án szobori búcsút tartottak az Ópusztaszeli Nemzeti Történeti Emlékparkban. A búcsút idén is ünnepi szentmise nyitotta, ahol átadták az emlékpark saját alapítású kitüntetését. A szer üzenete díjat dr. Horváth Gábor, az Ópusztaszeli Nemzeti Történeti Emlékpark korábbi igazgatója érdemelte ki idén. Milyen hagyományai vannak ennek az eseménynek? Szobori búcsú az emlékpark egyik legrégebbi ünnepe, hiszen az 1896-ban felavatott Árpád vezér emlékművet, amit látható mögöttünk, ugye 1897-ben úgy gondolták, hogy nem erüljön feledésbe a terület, azért itt az emlékműnél búcsút rendeztek, de ez nem igazi egyházi búcsú, hanem a Szegedi Szombatosok Társasága kijött erre a területre, és augusztus 8-án ünnepségeket szervezett, ami aztán később, szeptember 8-ára, Kisboldogasszony napjára tevődött át. Az ünnepségeken szentmise is volt, és ezért a környékbeliek elnevezték a rendezvényt szobori búcsúnak, mivel az Árpád szobornál volt, de ez nem hivatalos egyházi búcsú, de mégiscsak mi ezt úgy tekintjük, hiszen általában püspöki szentmise van ezeken a rendezvényeken. Tulajdonképpen ebből alakult ki, ebből az összejövetelből maga az ünnepség, hiszen a környékbeli emberek megnézték, hogy ezek a városi pantallósok, hiszen Szögedről érkeztek az emberek nagy része, mit is csinálnak itt ezen a területen, ők is ünneplőbe öltöztek, és a környékbeliek is kijöttek erre a rendezvényre. Ez a mai napig így zajlik, egyébként a rendezvény a kommunista időkben sajnos elmaradt, ezt betiltották, más rendezvényekkel helyettesítették, ilyen munkásparaszt találkozók és minden más egyéb nevet adtak nekik, viszont 2007-ben Árpád vezér halálának 1100. évfordulójára Horváth Gábor, az emlékpark akkor igazgatója, ezt a rendezvényt felújította, új köntösbe bújtatta, és egy díjat is alapított akkor az emlékpark, a szer üzenete díjat, amelyet azoknak a keresztény embereknek adunk át minden évben, akik szer üzenetét, vagyis a hit, a haza iránti hűség, a nemzet megmaradása érdekében tevékenykednek. Ugye ezt jelzi a díj is, ugye ez egy a monostor kerengőjében a régészeti ásatások során felelt pecsétgyűrű, amely egy megfeszített íjat ábrázol, aminek a feszültség zónájában a kereszt, mint a kereszténység jelképe, a nap és a hold, mint a világegység jelképe, ugye az íj maga a harcosságot jelképezi, és alul pedig egy olajág, a béke és a szeretet jelképe jelképezi. Dr. Horváth Gábor 1973-ban Kecelen született. Gimnáziumi tanulmányait Kecskeméten a Piarista gimnáziumban végezte. Történelmet Szegeden, teológiát Budapesten tanult. Egyháztörténetből 2002-ben licenciátust, majd 2010-ben doktori fokozatot a római pápai Gergely Egyetemen szerzett. 2007 és 2009 között az Ópusztaszeli Nemzeti Történeti Emlékpark ügyvezető igazgatójaként dolgozott. 2007 óta oktat a Gál Ferenc Egyetemen, az egyháztörténet tanszék tanszékvezetőjeként, 2018 óta főiskolai tanári minőségben. Egyetemi oktatói tevékenysége mellett az Egyetem Deliberationes című tudományos folyóiratának szerkesztője. Oktatói és kutatói munkájában fontos számára történelmi és nemzeti örökségünk kutatása. 2020-ban megjelent egyik fő munkájában, az Anonymous Feledésbe merült című munkában úgy fogalmaz, hogy kutatási témáját az adott kor lelkiségéből, teológiai gondolkodásából kiindulva szerette volna megérteni, vizsgálni. Ennek a gondolkodásmódnak a kiinduló pontja a Szentírás, a kinyilatkoztatott isteni igazság, ahogy fogalmaz. Anonymous, Gesta Hungarorum és kora, valamint Pusztaszer mellett másik fő kutatási témája, Gladferder Gyula,
Csanádi püspök tevékenysége, a szegedi fogadalmi templom és a tér története. Blattfelder püspök tevékenységének, az általa épített fogadalmi templomnak és szimbolikájának megértéséhez, szintén a kor gondolkodásmódjából, megélt tapasztalataiból, célkitűzéseiből és reményéből indult ki. Tökéletesen fejezi ezt ki Blattfelder püspök jelmondata, Justum Amore, igazságot szeretettel. Horváth Gábor számára a munkájában keresett és megtalált fundamentum nem csak a kutatásai alapját jelentik, hanem életének mindennapi oszlopát is. A Szentírás a kinyilatkoztatott isteni igazság. Mind oktatói munkájában, mind egyéni, mind hallgatóival közösen folytatott kutató munkáiban, tudományos tevékenységében, mint személyes kapcsolataiban felfedezhető ez a megélt, kinyilatkoztatott igazság. Ez adott örök érvényt házasságának szentségére, erre alapozva neveli gyermekeit. A szermonostor 2007-ben újraöntött harangjának haranglábán a következő felirat olvasható, melyet Horváth Gáborék azért is választottak az újraöntéskor, mivel a harang a nemzeti összefogást, összetartozást hivatott szimbolizálni, ahogy fogalmaz említett munkájában. A haranglában olvasható felirat: nincsen a múlt, nincsen a lesz, csak a kicsiny van vagyon. De ez a három, múlt, lesz és van, vezérlik az életet, és tesznek együtt kezet fogván boldoggá egy nemzetet. Mind a szobori búcsú 2007-es elindulása, mind a szerüzeneteddi megszületése elválaszthatatlan dr. Horváth Gábortól. Isten éltesse és gratulálok. Tisztelettel felkérem Kertész Pétert, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ügyvezető igazgatóját a díj átadására, és dr. Horváth Gábort a díj átvételére. Szeptember 9-én a Városi Nyugdíjas Klub szüreti ünnepséggel köszöntötte az őszt. A nyugdíjas közösség ezúttal színes szüreti műsorral és élőzenével készült a délutáni rendezvényre. A Városi Nyugdíjas Klub szüreti rendezvényel készül az őszre. Mi fog itt történni a mai napon? Igen, a Kisteleki Nyugdíjas Klub a mai napon a város, illetve a hagyományőrző szüreti rendezvényre készül. Ez nem csak a betakarításról szól, hanem az idősek találkozásáról, az együtt töltött időkről. Valamikor a szüret mindig ilyen családi események voltak, amikor összejöttek, pörköltet főztek, és nagy hagyománya volt, hogy az idősek is részt vettek ebbe a szüretbe. Hát ez egy kicsit már most megváltozott. Itt mi az asztalról szüretelünk, ott van egy kis szőlő, kóstolóba szétrakva sósütemények az asztalokon, amivel fogadjuk a kedves nyugdíjasainkat. Miért tartja fontosnak, hogy ezek a hagyományok újra megelevenedjenek itt? A hagyományőrzés nagyon fontos, hogy egyáltalán át tudjuk adni egy picit belőle, már formálva az unokáknak, mert ők már még másként fogják ezeket megünnepelni, vagy csak észbe tartani, hogy valamikor volt szüret, mert ők már nem szüretelnek, nincs betakarítás, nincs termőföldjük, ők más szellemi munkát végeznek inkább. A mai nap hozzánk, elfogadtátok a meghívásunkat, és látni szeretnétek egy kis vidám, szüreti hangulatot.
Nagy örömmel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a különleges napon, amikor együtt ünnepeljük az ősz legszebb ajándékát, a szüretet. A Városi Nyugdíjas Klub a nyári szünet után számos rendezvénnyel várja a tagjait. Milyen rendezvények lesznek? Ez az őszi első rendezvényünk, a szüret. Október 9-én lesz az idősek napja és a zenevilág napja. Ott elég szép létszámot várunk majd. A baráti nyugdíjas klubokat is meghívjuk, vendégül látjuk, tehát az egy nagy létszámú lesz. Utána novemberben lesz majd a mindenki névnapja, töltött káposzta főzéssel, és december elején ünnepeljük meg a karácsonyt. Mekkora közösség ez a nyugdíjas klub? A nyugdíjas klub 150 fölötti létszámmal rendelkezik, 146 a még aktív korú, és 8 főnk van, aki már 85 év felett tiszteletbeli nyugdíjas klub tagok. Hogyan lehet csatlakozni ehhez a klubhoz? A klubhoz nagyon egyszerűen lehet csatlakozni, szólnak, hogy szeretnének belépni, és kifizetik a 3000 forintos éves tagdíjat, és már meg is történt a csatlakozás. A klubon belül működik örömtánc rész és gyalogló, tehát egy sétáló csoport rész is. Mik az elmúlt évek tapasztalatai? Mennyire összetartó közösség ez? Én úgy érzem, hogy igenis összetartó a közösség. Mai délelőtt is ezt igazolta, hiszen 25-en biztosan voltunk teríteni, rendezni be a termet. Aztán nem csak helyi rendezvényeket szoktunk mi tartani, nagyon sokat kirándultunk a nyáron, meg most ősszel is még készülünk Sopronba egy 4 napos kirándulásra, Hajdúszoboszlóra szintén, meg október 13-án az Őrségbe. Kicsit visszatérve a mai napra, mi várja a nyugdíjas klub tagjait? A mai napon egy kis rendezvény, az Ópusztaszeri otthonból jönnek el, a Pál utcai fiókból egy részletet előadni, aztán énekkarunk énekel, a szóló énekesünk énekel, meg néhány vers is lesz. Szeptember 20-án pénteken a retro zene szerelmesei számára igazi ínyenc programmal kedveskedik a Fordítás borszaküzlet. Egy napra Kistelekre érkeznek a 90-es és 2000-es évek sztárjai. 4 sztárfellépő, DJ, gasztroudvar és borászatok kitelepülései teszik színesebbé a nyárzáró fesztivált. Szeptember 20-án a Retro Tér Fesztivál érkezik Kistelekre. Mi várja az érdeklődőket? Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket és önöket is. Szeptember 20-án az első Kisteleki Retro Tér Fesztivál kerül megrendezésre, melynek 16 órakor lesz egy kapunyitása, 4 sztár föllépővel, és ugye utána hajnalig tartó diszkóval várjuk a kedves kilátogatókat, fesztiválozókat, hogy nálunk zárják azt a bizonyos fesztivál szezont, ne pedig máshol. Igyekeztünk elég színessé tenni a palettát. 17 óra 30-kor egy interaktív gyerekprogrammal készülünk, mégpedig a Brand New Mini Disco fog érkezni, aki nem csak a gyerkőcöket, de a felnőtt korosztályt is meg fogja mozgatni garantáltan. Utána pedig minden órában érkezik egy sztár föllépő. A következő 18:30-kor a Happy Gang Kori lesz, majd 19:30-kor Josh és Betty fog a színpadra lépni egy élő koncerttel, és az est úgymond fénypontja pedig Chris Rudy érkezik egy nagy zenekaros, nagy élő koncerttel, majd 21 órától, és 21 óra után, ahogy ennek vége lesz, utána pedig egy hajnalig tartó retro diszkó fog következni. Mit lehet tudni a házirendről? Ki látogathatja majd ezt a rendezvényt?
A házi rendet lényegében úgy alkottuk meg, hogy bárki részt vehet a rendezvényen. Ugye vannak bizonyos szabályok, amiket nekünk is be kell tartani. Ezeket be is fogjuk tartani, illetve sajnos tartatni azt kell, hogy mondjam, a biztonsági szolgálat ennek eleget fog tenni. Külön beléptető rendszer lesz majd a hölgyeknek, külön az uraknak. A megfelelő mennyiségű törvényben meghatározott italmennyiség vihető be, ezen kívül más sajnos nem fogunk tudni beengedni a rendezvény területére, de ennek függvényében készülünk gasztroudvarral, borudvarral, tehát minden egyes dolog, ami egy fesztiválhoz kell, az megtalálható lesz majd kint. Mekkora létszámú lehet ez a fesztivál? Van-e bármilyen korlátozás? Hát azért korlátozások vannak, megpróbáltunk belülni egy bizonyos létszámot. A létszámnak megfelelően még most pontosat nem fogok tudni mondani, ezt majd talán a rendezvény után. Bízunk benne, hogy most még jobban el fog indulni majd a belépőjegyek megvásárlása. Ennek keretében kedvezményekkel fogunk kedveskedni mind a helyszíni, majd mind pedig az internetes portálon. Az elmúlt hónapok a szervezésről szóltak. Mekkora munka van ebben a fesztiválban? Lényegében mondhatom azt, hogy nagy munka van, de az igazán javarésze az most fog majd következni, tehát mire minden ott lesz a helyén, és mindennek meg kell történni az engedélyektől kezdve. Ez azért óriási munka részt fog kivenni belőlünk még most a hátralévő 2-2,5 hétben. A legnagyobb támogatónk az Kistelekváros önkormányzata és Nagy Sándor polgármester úr. Ezután is szeretnénk köszönetet mondani neki és nekik abban, hogy ez egyáltalán létrejöhetett, mert mi annól, mikor leültünk beszélni, szerettünk volna egy fesztivált elindítani. Ennek itt lesz az első állomása. Nem állunk meg, megyünk tovább, és tényleg nagyon nagy köszönet és hála ezért mindenkinek, aki ebben segítséget nyújtott nekünk. Kiknek ajánlaná ezt a nyárzáró rendezvényt? Lényegében 0-tól 99 éves korig, tehát bárkit nagyon sok szeretettel várunk ki, mindenki meg fogja találni a saját magának való és kedvező zenei stílust, a szórakozási lehetőséget, beszélgetést, felhőtlen, korlátlan, kimozdulás, jó időben, tehát tényleg ott lesz minden egy helyen megint. Első hazai mérkőzését játszotta a Kisteleki TL. A Csongrád Csanád vármegye harmadik osztályának harmadik fordulójában az öttömös gárdája látogatott városunkba. A végig feszült hangulatú, szabálytalanságokkal tarkított mérkőzés 0-3-as vereséggel zárult csapatunk számára. A vármegye harmadik fordulójában feszült mérkőzésen 3-0-ás vereséget szenvedtek az öttömös csapatától. Hogyan értékelni ezt a találkozót? Hát szezonelei formát még mindig látok a csapaton. Igazából most a mai napon nekünk olyan volt, hogy egy hétig játszunk, akkor se tudunk gólt lőni. Voltak kapufák, voltak jó támadásaink, sajnos nem a mi napunk volt. Meg igazából azt kell, hogy mondjam, hogy 14 ember ellen nehéz is mérkőzést nyerni. Sajnos ennyi az összes véleményem a játékvezetésről, ezt tudom mondani. A bajnokság elején járunk még, miben látja a kulcsot, hol lehet a leginkább fejlődni? Hát idő. Tehát mindenképpen idő kell ennek a új csapatnak. Én azt mondtam, hogy egy fél év biztos. Bízom benne, hogy most az első, én ahogy láttam az első két fordulóban szerintem a nívósabb csapatokat kaptuk. Meg lesz a siker, reméljük már jövő héten, és utána majd gurulni fog a szekér. Nem adjuk fel. Szerintem még tudunk fejlődni. Összszokással jobb lesz minden. Az első fordulóban Makón a ráadás pillanataiban úszott el az egy pont. Itt sokáig szoros volt a mérkőzés, de végül 3-0-ás vereség lett. Miben érdemes fejlődni? Hát a makói meccs az elég érdekes volt, mert vészkapussal mentünk neki a meccsnek, mérkőzésnek. Hozzáteszem, jó védett, de sérült volt, és végre ott elfogytunk, tehát nem volt csak két cserénk. Meleg is volt, ez mondjuk az ellenfélnek is, de ott az teljesen más mérkőzés volt. Itt igazából ők nem nagyon játszottak, ívelgettek előre, ugye megye egy első osztályból összevásárolt játékosok vannak, szerbek, tehát futottak. Jó az erőlétük, fiatalok, bírnak futni, ezzel bírtak minket megverni. Védekezés, tehát azt mondom, hogy összességében, hogy nem voltunk rosszak védekezésben sem, mert odaértünk, amikor nem az indítások voltak. Még középpályán is stabilizálnunk kell, az ellentámadásokat jobban meg kell fogni, hogy ne bírnak indítgatni. Ennyi. Sok a fiatal új játékos a csapatban. Hogyan történik az ő beillesztésük?
Hát folyamatosan ezt próbáljuk, hogy mindenki kapjon játéklehetőséget, illetve edzésen is variáljuk azt, hogy mindig más legyen a játékokban is az összeállítás, hogy mindenki szokjon mindenkivel. Ugye az ifiből jött már kiöregedett játékosok, azok voltak, aki már játszott nálunk, volt, aki még ugye most kezdte. Bele fognak gyorsan lendülni, akarnak, meg szeretnek focizni, ez a lényeg nekünk. Hogy egy jó társaságunk megvan, hál' Istennek, kikapunk, akkor sincs vereség, ennek örülök, vagy összeveszés, ennek örülök. Mit hozhat a jövő? Hogyan fognak készülni a következő mérkőzésre? Hát következő mérkőzésünk jövő héten Forráskút lesz, ott megint egy érdekes dolog, mert nekünk a nagy pálya van megszokva, őnek meg egy elég kis pályájuk van, tehát ott megint majd más taktikával kell beállnunk, mert ott viszont nem futós csapat lesz, az talán előny lesz. Meglátjuk, hogy jövünk össze, mert ugye mi ezt hobbi szinten űzzük, tehát hogy hány játékossal és milyen kerettel tudunk nekiállni, majd úgy állítjuk fel a keretet, hogy nagyjából Forráskútot ismerjük, mert edzőmérkőzést már játszottunk velük tavaly, ott nem nagyon változott, úgy tudom, az összeállítás, idősebb, rutinosabb játékosok vannak, azokat bízunk benne, hogy majd mi is a rutinosakkal megfogjuk. Vállald el! Vállald el! Szezon második meccsén vagyunk túl. Hogy érzed magad jelenleg a Kistelek csapatában? Nagyon jól érzem magam, szerintem abszolút befogadó mindenki. Nagyon gyorsan beilleszkedett, mind az új hat játékosunk, aki jött. Személy szerint ülésről érkeztél. Mi a tapasztalat eddig a csapatban? Hát, sokkal kombinatívabb a játék, nagyon, az edzések sokkal jobbak, igazából minden jó. A mai mérkőzésen sajnos 3-0-ás vereségnek lehettünk szemtanúi. Hogyan értékelnéd ezt a mérkőzést? Hát igazából az első fél idő az a miénk lehetett volna, tehát nagyon elrontottuk azt az egy lehetőséget, amit tehát igazából bírói tévedés is lehetett, de csak nekünk volt a kapulólévésünk, más kapulólévés nem is volt nekik. A második fél időben már kitámadtunk, és igazából jött a gól után. Miben látod a fejlődés kulcsát? Sokkal jobban előtettünk el a kis passzokat, és sokkal több mozgást kell végeznünk középpályán, és sokkal többször kell megjátszunk a csatárt, meg a széleket. Hogyan értékelnéd az elmúlt két meccs teljesítményét? Ma is végigjátszottad a 90 percet. Mi vár rád a jövőben? Igazából a mokói meccs szerintem ez előrelépés volt, tehát fejlődés. Látszott a csapaton is, hogy sokkal többet akartunk, és passz is több volt. Igazából nagyon örülök, hogy végigjátszottam, és csak ezt szeretném végig. Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben ellátogatunk a ProArt Elite Táncakadémia nemzetközi versenyére, beszámolunk a csipkekészítés művészetéről, és az idősebb Vándor Rudolf volt zenekar augusztus 20-ai koncertjét is megtekinthetik felvételről. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!